A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal március hónapban a húsvéti hagyományokhoz köthető termékekre fókuszál. Ellenőrzik a pácolt, a füstölt nyers vagy főtt húskészítményeket, a tojást, különféle borokat és a csokoládékat is. Előállítókat, csomagolókat és forgalmazókat is vizsgálnak ebben a hónapban. Bárhol, ha mi ellenőrzünk, akár előállítás területén, akár a kereskedelem területén, mindenképpen a nyomonkövetést, hogy el tudjon számolni az a élelmiszeripari vállalkozó, hogy mit honnan vett, vásárolt, illetve mit hova adott tovább. Tehát ez az legelső szempont, amit mi ellenőrzünk. Ezt nagyon megköveteljük, az Európai Unió is, és mi is megköveteljük ezt. A másik, amit ellenőrzünk magán a terméken, természetesen a jelölés az első, amit megnézünk, hogy azokat az összetevőket tartalmaz-e, amit kötelezően elő van írva. És természetesen mintákat is szoktunk venni. 150 ellenőrzés után több minta is érkezett a nyíregyházi laborba, ahol ellenőrzik a minőséget, és különböző mikrobiológiai vizsgálatokat is végeznek a szakemberek. Elsődleges szempont, hogy a termékek az élelmiszerkönyvben feltüntetett feltételeknek megfeleljenek. Évek óta folyamatosan javuló tendencia van az élelmiszervállalkozásoknál, azt tapasztalunk. Korábbi években is súlyos hiányosságokat mi megyénkben nem találtunk soha. Eddig ebben az ellenőrzési ciklusban sem találtunk még, mert arról már, bár eredmények még konkrétak nincsenek, de arról tudnánk, hogy a súlyos lett volna, mert akkor már beintézkednünk kellett volna. Kisebb hiányosságokat mindig találunk, de ezek is egyre kevesebb már. Kereskedelemben, forgalmazás területén korábban gyakrabban találtunk olyat, például, hogy lejárt szavatosságú minőségmegőrzésű terméket találtunk, ma már ez is ritkább. A szakember szerint a tudatos vásárló szerepe is fontos. A termékek ugyanis hiába lehetnek megfelelő minőségűek, hanem az előírások szerint árolják.